Jelentős fejlődést várnak az M4-es gyorsforgalmi út M0-ás és Cegléd közötti szakaszának megépülésétől. Minden érintett országgyűlési képviselő így fogalmazott a mai sajtótájékoztatón. Az pedig, hogy sikerült elérni az eredeti nyomvonal megváltoztatását, még nagyobb öröm, fogalmaztak. Nekünk térségi képviselőknek az egyik legnagyobb feladat az volt ezzel a programmal kapcsolatban, hogy azt a szakmai, sok esetben szakmai vélemények vitája keresztüzében álló tervet, mely szerint Albertirsa és Újhartyán között az M5-ös autópálya bekötésével érjen Budapestre a 4-es út, ezt az álláspontot kellett, hogy elérjük, hogy a kormány megváltoztassa. Üllőnél ér véget az új tervek szerint, ott át is építik a csomópontot. Az út tehermentesíti a településeket, a Budapesttel való összeköttetést pedig felgyorsítja, hangsúlyozták. Minden települést elkerül, de minden település elérhető lesz. Még a budai úti fürdő is. Én őszintén remélem, hogy nem csak a új munkahelyek teremtésében, hanem például a szegedi termálfürdő jobb kihasználása érdekében ott egy csomópont lesz, ami levisz a budai úti termálfürdőhöz, szintén egy nagyon komoly idegenforgalmi fejlődést is várunk majd ettől ennek az útnak a megépítésétől. Az új út megépítését a Tápiómenti térség képviselője is örömmel fogadta. Hogy jobban feltárható lesz a tápjómente is, ez nagyon fontos valamennyiünk számára. Három olyan csomópont van, ami közelebbről érinti a nagykátai térséget, és ezúton szeretném megköszönni a NIF-nek, hogy itt a tervezés folyamán figyelembe vették a tápjómente szempontjait is a csomópontok kialakításánál. Korábban számos alkalommal megtörtént, hogy befektetők azért nem jöttek Ceglédre, mert nem volt megfelelő gyorsforgalmi út vagy autópálya. Most már ez az akadály is elhárul, vagyis kiemelten fontos és örömteli az M4-es megépítése Cegléd számára is. Budapest, illetve a Budapestből kiágazó M0-ás megközelítése, az gyakorlatilag fele annyi idő alatt megtörténhet az út megépülése után. Ezáltal nagyon sokrétű fejlődés előtt lehet a városunk. Egyrészt, ami ugye az egyik legfontosabb dolog, az ipari területeknek a föltáródása, megközelíthetősége jelentősen javul. Jó esély van, arra hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy ebben az évben elkezdődik az építkezés, és 2018 elejére a Cegléd-Cegléd-Belcel közötti szakasz el is készül. A kétszer kétsávos gyorsforgalmi utat úgy építik meg, hogy később akár autópályává is tovább lehessen fejleszteni.